Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a rendkívüli sajtótájékoztatón. Azon a helyen állunk most, ahol a kormány tervei szerint egy menekültügyi befogadó állomás, egy ideiglenes állomás létesülne itt, ha Önök is megnézik Martonfától. Hát nem is tudom, néhány percnyi sétára állunk. Azért jöttem ma ide a Jobbik elnökeként, hogy egyrészről szolidaritást vállaljak a tiltakozókkal, de ennél több és alaposabb oka is van, hogy ma ide álltam és az Önök figyelmét kértem. A mai napon Zé Kárpád Dániel képviselőtársammal, országgyűlési képviselőtársammal egy országgyűlési törvényjavaslattal álltunk elő, illetve nyújtottuk be. És ennek az országgyűlési törvényjavaslatnak az a lényege, hogy a ilyen befogadó állomások létesítése kapcsán a befogadó állomás 15 kilométeres körzetében meg kelljen kérdezni az embereket ahhoz, hogy ezt a kormány és az állam megvalósíthassa. Vagyis 15 kilométeres körzetben egy azon időpontban minden érintett településen kell egy olyan szavazást szervezni és tartani, ahol az emberek elmondhatják a véleményüket. És hogyha az emberek többsége úgy dönt, hogy ilyen állomás nem létesülhet azon a területen, akkor ez kötelező legyen a kormánynak betartania. Ne az legyen, ami most is megtörtént, hogy az emberek feje fölött, az emberek megkérdezése nélkül, az emberek tájékoztatása nélkül is, mondjuk ki, az emberek akarata ellenére akarja ezt a menekült állomást ide fölállítani, hiszen mindannyian tudjuk most már, hogy egy ilyen állomásnak a megvalósulása az itt élőknek halmozott érdeksérelemmel járna. Egyrésztről óriási közbiztonsági, közegészségügyi kockázatot jelentene, másrésztről pedig nagyon komoly vagyoni károkat is okozna az ingatlanok leértékelődése és egyéb problémák megvalósulása által. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a martonfai ügy, a sormási ügy és a kiskovalasi ügy az egy új dimenzióba helyezte a bevándorlás kérdését Magyarországon. Egy új helyzet elé állította a magyar belpolitikát, a magyar pártokat és egyébként a Jobbikot is. Ha most végignézünk a magyar belpolitikában, akkor különféle hozzáállás, különféle viszonyulás látunk a pártok részéről. Azt látjuk, hogy a baloldal a bevándorlás kérdését pusztán humanitárius kérdésnek tekinti. Nyilvánvalóan nem akarjuk mi azt tagadni, hogy van egy ilyen jellegű aspektusa is, de azért ez ennél sokkal többről szól. Ez egy összeurópai probléma, Magyarországnak egy súlyos sorstragédiája lehet, hogyha nem teszünk valamit, 100-200 évre megnehezíti, megnyomoríthatja Magyarország sorsát, és én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a baloldalnak ez a fajta nem törődő hozzáállása szinte hazaárulással ér fel. A Fidesz és a Jobbik egyetért a diagnózisban, a Fidesz és a Jobbik is úgy gondolkodik, hogy ez egy súlyos probléma, Magyarországot meg kell védeni a bevándorlástól, a bevándorlóktól, de innentől kezdve ketté válik a két pártnak a hozzáállása a kérdéshez. A Fidesz az szélhámos kommunikációt folytat, mondhatnám úgy is, hogy svihágság, amit a Fidesz művel ebben a kérdésben, mert elsősorban nem a megoldás érdekli, nem Magyarország megvédése a bevándorlóktól és a bevándorlás problémájától, hanem az ügyből kinyerhető kommunikációs és politikai haszon. A Jobbik ezzel szemben, ezzel a felelőtlen politikával szemben egy felelős és tetterős politikai hozzáállást képvisel, és kormányra kerülve, és addig is ellenzékben ezt kívánja folytatni a Fidesszel szemben. Tehát mi azt mondjuk, hogy ettől a problémától nem csak kommunikációsan kell megoldani Magyarországot, hanem valóságban is. És ha megnézzük az egész kérdésnek talán az egyik szimbólumát, a kerítésügyét, ami a Fidesz egyfajta csodafegyverének számít, akkor arra jövünk rá, hogy ez valójában csak egy kommunikációs blöff. Hiszen ez a kerítés valószínűleg nem fogja megvédeni Magyarországot a bevándorlás problémájától. Átjárható, átvágható, megkerülhető, sőt ugye ezzel talán kevesebbet foglalkozott a közbeszéd, a sajtó és a politika is. A kerítésnek mindkét oldalán Magyarország van. Tehát aki megérkezik a kerítéshez, az már onnantól kezdve olyan, mintha belépett volna Magyarországra, akár a kerítés másik oldalára. Úgyhogy innentől kezdve azt gondolom, hogy túl sok illúziónk a kerítés sikerével kapcsolatban ne legyen. Augusztus 31-ével lejár a türelmi idő, amelyet a Jobbik a kormánynak adott. Ugyanis az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt hetekben sokan kérdezték tőlünk azt, hogy Jobbik miért nem lép fel erősebben, miért nem lép fel határozottabban ebben a kérdésben, és én azt gondolom, hogy most már nyugodtan elárulhat az, hogy egy politikailag tudatos döntés volt a részünkről. Igyekeztünk felelősen hozzáállni ez a kérdéshez. Azt láttuk, hogy a kormány a diagnózist fölállította, méghozzá a diagnózist megfelelően állította föl, jól állította föl, és mi felelős ellenzéki pártként azt gondoltuk, hogy meg kell adni a kormánynak a lehetőséget arra, hogy megmutassa, hogy valóban tud-e ezzel a problémával valamit kezdeni. De most már egyre inkább úgy látjuk, hogy ez az idő lejár, ez a türelmi idő lejár, augusztus 31-ével mindenképpen, és augusztus 31-e után egy sokkal magasabb fokozatba fogunk kapcsolni.
rá fogunk világítani a kormánynak a svihák felelőtlen politikájára, amely nem képes megvédeni Magyarországot a bevándorlástól, és sokszor úgy tűnik az ember számára, hogy nem is akarja, ahogy mondtam, csupán a kommunikációs haszonra törekszik, és onnantól kezdve, hogyha ezt megszerezte, onnantól kezdve már a probléma nem igazán érdekli. A Jobbikot viszont érdekli ez a probléma, súlyosnak tartjuk a helyzetet, felháborítónak tartjuk a kormánynak a Martonfajakhoz és a környéken élőköz való hozzáállását. Ugye itt éppen az autóban idefelé jövet olvastam, hogy akár a kormányrendelet módosításával is, de a kormány tűzön vizen át meg akarja valósítani ezt a befogadó állomást, úgyhogy ezért nyúltunk ehhez a törvényjavaslathoz, ezért nyúltunk ehhez az eszközhöz, és én bízom benne, hogy kellő politikai vita után ez a törvényjavaslat átvihető a Magyarország gyűlésen, és nem lesz létesíthető Magyarországon sehol befogadó állomás, ideiglenesnek nevezett befogadó állomás sem, anélkül, hogy az ott élőket megkérdezték volna. De azt is el kell áruljam, hogy nem csak törvényjavaslatban fogunk küzdeni a bevándorlás kérdésében a kormány politikájával szemben, hanem mindenféle eszközzel, mindenféle politikai, szakmai és természetesen mindenféle törvényes eszközzel azon leszünk, hogy Magyarországot rövid távon és hosszú távon is megóvjuk ettől a tragédiától. És hogyha azon érintett települések, amelyeket ez a jelenlegi helyzet érint, és amelyeket majd érinteni fog, hiszen nem tudjuk még, hogy mi az a több mint 10 település, amit állítólag még ilyen befogadó állomás létesítése érinthet. Szeretném elmondani azt is, és egyértelművé tenni az ott élők és a kormány számára is, hogy ha a Jobbik, vagy amennyiben az ott élők, akár a polgári engedetlenség eszközeihez is nyúlnak, akkor a Jobbik ebben segítő társuk lesz. A Jobbik vállalni fogja azt, hogy a kormány ilyen erőszakosan, ilyen antidemokratikus módon embereknek a sorsáról ne dönthessen az ott élők ellenére. Én ennyit szerettem volna mondani a mai sajtótájékoztatón, és amennyiben van kérdésük, természetesen arra igyekszem válaszolni. Jobbik szerint most jelenleg nem menekültábor és nem kerítés, akkor milyen megoldási javaslattal élne a kormány felé, vagy hogyha bármilyen egyeztetés történne? Hát mi már számtalan javaslattal, szakmai javaslattal éltünk és fogunk is élni a jövőben. Az is jól látható, hogy és a kormány általában nem mögé bújik, hogy a valódi eredményt elérő javaslatok, vagy a valódi eredménnyel kecsegtető javaslatok, azok általában Brüsszel ellenállásába ütközhetnek. De mi azt gondoljuk, hogy ha van olyan kérdés, amiben igenis föl kéne vállalni a konfrontációt Brüsszellel, akkor ez pont ez a kérdés. Tehát láthattuk azt az elmúlt 5 évben, hogy a kormány a saját hatalma bebiztosítása érdekében, alkotmányügyben, médiaügyben, számtalan kérdésben vállalta a konfrontációt Brüsszellel. Amikor a saját hatalma fontos volt, akkor szívesen vitázott Brüsszelben vagy Strasbourgban Orbán Viktor. Akkor vitázom most is. Tehát azt mondjuk, hogy... azok az állomások, amik jelenleg már Magyarországon működnek, azok például lehessenek zárt állomások. A kormány rendszeresen az Európai Unióra mutogat, Lázár János, Gulyás Gergely, Orbán Viktor, mindenki Brüsszelre mutogat, hogy ezt nem lehet megtenni. Mi azt mondjuk, hogy meg kell tenni. Tehát itt most, amikor két szempont között kell mérlegelni, és az egyik oldalon az van, hogy Brüsszel majd rosszalni fogja ezt a lépést, a másik oldalon pedig az, hogy Magyarországot megóvjuk ettől a problémától, akkor nekünk nem kell sokáig lamentálni azon, hogy melyik oldal mellett döntsünk. Elmondtuk számtalanszor a határőrség felállításának a kérdését is, és összességében azt tudom mondani, hogy a Jobbik nem befogadó állomásokat, hanem visszafordító állomásokat szeretne létesíteni. Magyarországot a bevándorlástól zéró toleranciával szeretnénk megvédeni, akár Brüsszellel szemben is. Morvai Krisztina az elmúlt héten egy súlyos törvénytelenségeket felsoroló levelet intézett Fazekas Sándor földművelősügyi és Pintér Sándor belügyminiszterhez. Mennyiben tükrözi ez az levél a Jobbik álláspontját? Mennyire tudja esetleg egyéb jogi eszközökkel segíteni a Jobbik a martonfajakat? Így van, ma Morvai Krisztina európai parlamenti képviselőnk rátapintott egy olyan jellegű jogszabálysértésre, amelyet a kormány ennek a tábornak a létesítésével megkívánt valósítani, és én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben egyezik a mi álláspontunkkal. Nem véletlenül mondtam itt azt néhány pillanattal ezelőtt, hogy mindenféle jogi, törvényi, parlamenti, politikai, médiaeszköz latba kívánunk vetni azért, hogy megóvjuk az itt élőket. Tehát bármilyen olyan eszköz, ami törvényes eszköz, és segíti a martonfajakat és a környék településeit abban, hogy megmeneküljenek ettől a hatalmas veszélytől, abban a Jobbik partnerük lesz. Ha kiterjed itt a martonfai mozgalom, mennyire látják szívesen a többi pártot maguk mellett, mennyire látják szívesen a civil mozgalmakat emögött, és mit lesz, hogyha terjed martonfa példája? Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Igazából a sajtótájékoztatomban ezt elmulasztottam elmondani, bár nagyon fontos gondolat, hogy nem kívánjuk kisajátítani ezt a kérdést. Tehát én nem azért állok itt most egyedül, mert nekem ez volt a vágyom, hogy egyedül álljak itt. Én akkor lennék a legboldogabb, ha itt állna mellettem a Fidesz, a KDNP, az MSZP, az LMP,
nem tudom még milyen pártok vannak, képviselői is, akkor lennék a legeslegboldogabb, hogyha maga a KDNP-s országgyűlési képviselő, aki ennek a területnek a győztes egyéni képviselője szintén itt állna, és még esetleg vannak is közöttünk szakmai vagy szakpolitikai nézeteltérések vagy véleménykülönbség, akkor is ő itt lenne, és egyértelművé tenné, hogy ő a martonfaiak mellett foglal állást, akár a kormánnyal szemben is, tehát nem kívánjuk ezt kisajátítani, bízunk benne, hogy az összes párt összefogását kivívja az itt élők már megvalósult összefogása, és a civil szervezeteknek pedig, aki csak jön, örülünk, ez nem egy pártpolitikai kérdés, ez nem egy ideológiai kérdés, ez egy közbiztonsági, közegészségügyi és egy erkölcsi kérdés, és ebben azt gondolom, hogy pártpolitikától függetlenül képesnek kell lenni összefogni.